Paták kopogása és csalogató ének verte fel Temerin utcáit csütörtökön a kora esti órákban. A Vidám csapat hangosan hirdette, hogy több éves szünet után ismét a településre érkezett a Tanya Színház. Évtizedes hagyományokat elevenítettek fel a helyiek azzal, hogy lovaskocsin viszik körbe Temerin utcáin a Tanya Színház társulatát. Miért fontos a hívogatás a társulat számára? Azért fontos, mert elsősorban ugye plakátokat ragasztunk mindenfelé falvakban, ahol fellépünk, de szerintem ez teljesen más érzés, amikor mi a csapattagjai mennek körbe lovaskocsin és énekelnek közben, mert ez nekünk is sokkal szórakoztatóbb, meg gondolom annak is, aki ezt hallgatja. Tanya Színház, Tanya Színház, Tanya Színház! Az idény a Tanya Színház a helyiek összefogásával érkezett Temerinbe. A rendezvényt új helyszínen, a Sárga Tanyán szervezték meg. Felmerült bennem az a motto, hogy Tanya Színház a Tanyán. És akkor így fölkerestem ugye Magyar Attilát, hogy Temerin sem maradjon ki az útvonalból, és meg tudjuk szervezni a Tanya Színházat itt nálunk ugye. A délbácskai településen több mint 1000 gyűltek össze a környékről, hogy láthassák a vándortársulatot. A Pész hová mész című előadást 12. alkalommal játszotta az utazó színház. Az előadást nagyon szépen fogadja a közösség, úgyhogy azt tudom mondani, hogy jó választás volt, mármint a darabválasztás is, a rendezők is, és hát a csapat meg hát lelkes és ügyes. A mai világ anyagias problémáit boncolgató előadást a tervek szerint az idén is több mint 15 000 láthatják Vajdaság szerte. A társulat Délbácskából Bánátba költözik, ahol Muzsján, Torontálvásárhelyen, Tordán, Csókán és Majdányon mutatkoznak be. A körútját idén Északbácskában fejezi be a Tanya Színház.